A repülőgépeket nem csak repülésre lehet használni, egyebek mellett erre is fény derült az egész napos rendezvényen. A szerkezetek ugyanis a rengeteg látnivalóban és programokban megfáradt látogatóknak óriási szolgálatot tettek. A szárnyak ugyanis remek árnyékot adtak. A repülők újonnan felfedezett funkcióját Strida Erika is kipróbálta. Meleg van ma, szerencsére lett utolsó nyári nap. Nagyon érdekelnek ezek a dolgok, de azt hiszem, hogy most már a hőség győzött azokon, hogy egyszerűen nagyon-nagyon meleg van. Színvonalas programok várták ebben az esztendőben is a Börköndre látogatókat. Besenyei Péter műrepülő bajnok bemutatója ámulatba ejtette a szép számmal összegyűlt közönséget, de például a világ első Veres Zoltán és Tóth Ferenc vitorlázó műrepülő produkciója is nagy sikert aratott. A szervező Albatrosz Repülő Egyesület elnöke azt mondja, nem csak a meghívott pilóták, hanem a szervezet tagjai is készültek, hogy hazai pályán mutathassák meg tudásukat. Az évforduló is kötelez, a múlt ismerete meg bennünket, hogy átadjuk a fiataloknak, hogy milyen városban élnek, milyen elődök dolgoztak itt a repülésben, és látható, hogy a Börgöndi repülőnap az már országos szintre emelkedett, hiszen ebben az évben alig van repülőegyesület, aki bármilyen szintű repülőnapot képes tartani, hogy ma itt három világ és Európa bajnok tart bemutatót, ez azt gondolom, hogy magáért beszél. A repülő csodákban nem csak távolról lehetett gyönyörködni, bárki ki is próbálhatta a szerkezeteket. A kiválasztottak, akár még pilótává is válhattak. Itt a kapitány Méter, leszállásra felkészülni. A 95 éves székesfehérvári repülés történet jegyében megszervezett programra több ezren voltak kíváncsiak. Hogy készült el ez a gép? A városból érkezőket idén először ez a nosztalgia busz szállította a nagy múlttal rendelkező repülőtérre.